A dátum 1928. Gondolták volna, hogy az első mozgókép egy helyi sportsikerről ilyen régi. És mindjárt egy országos diadal. Az állami, augusztus 20-ai ünnepségek kinizsi, azaz erős ember versenyét egy mosonszentjánosi fiatal nyerte meg. Az országos filmhíradók felvétele igazi kuriózum, nekünk különösen, hiszen idén töltötte be 100. évét a Város Sport Egyesülete. Ami ezzel János Somorja egyik legrégibb civil szervezete. Tehát a helyi sport nagy múltra és szinte már a kezdetektől szervezett keretekre tekint vissza. Az első biztos nyom egy mosonszentjánosi labdarúgó csapat 1913-as mérkőzése. Alig 11 évvel vagyunk az első magyar labdarúgó bajnokság után. 1921-ben, tehát épp 100 éve alakult meg, még nem hivatalos sportkötként, a Mosonszentjánosi Diáksport Egyesület, a mai szervezet hivatalos elődje. Aztán 2 év múlva, 23-ban már valóban hivatalos egyesület váltja fel, tisztelettel az elődöt, pecsétjükben megőrizve a 21-es alapítási évszámot. Megalakul a Mosonszentjánosi Egyesített Sport Egyesület, vagyis a mese. Valóban meséskort és mesés sikereket megérve a mai napig. Itt meg is állhatunk egy kicsit. Nevében az egyesített szó már a jövőt idézi, hiszen Mosonszentpéter, Mosonszentjános pusztasomorja, a mai várbalog és a hansági majorok tanyák sportszerető fiataljait is összefogta a szervezet. Az egyesület hivatalosan 1957-től egyesítette a három településrész és a frankgyár sportolóit. A történelem megőrizte az egyesületet, bár mellette volt, amikor inkább a levente szervezetekben és lövész egyletekben sportolhattak a fiatalok. A háború után pedig a gyárak, főként a frankgyár, illetve a hansági majorok tanyák, sőt az itteni határőrök is külön csapatokkal álltak pályára egyes sportágokban. De az egyesület maradt, hol a háttérben, hol előtérben. A helyi fiatalok pedig különböző sportágokban a város sportéletét ékesítő sikereket értek el. Megyei szinten sikeres levente kézilabda és súlylökő csapatunk volt, de tornászaink, asztali teniszezőink, röplabdásaink is ügyeskedtek a 30-as, 40-es, 50-es években. Ám mindig is a legnépszerűbb a labdarúgás volt, és maradt is, nagy csatákkal, legendás játékosokkal. Három hivatalos és több kisebb sportpálya is helyet adott a mozgásnak. A harmadik és egyben megyei színvonalú sporttelepet 1981. augusztus 19-én adták át, nagy lakossági összefogás eredményeként. Balsai Sándor, aki 10 évig vezette az egyesületet, sőt a szervezet történetét is megírta a 90. jubileumra, e munka élharcosa volt. A lelátó 2001-ben 20 évvel később épült a pálya mellé. A sporttelep igen korszerűnek számító tekepályája 1985-ben épült meg, a szakosztály pedig meg is hálálta a kiváló körülményeket. Ők jutottak fel elsőként az országos bajnokságba, több kiváló játékosra is büszke lehet a csapat képzeletbeli történelemkönyve. Amikor én abba hagytam a labdarúgást, hamarosan következett a új labdarúgópálya építése egy Szentpéteren 85-ben, vele együtt a tekepálya is, Földes Pali bácsik szereztek házgyári elemeket. Nagy lelkesedéssel az egész falu nekilátott a építésnek, minden cég vállalat tette a maga dolgát, én is velük együtt. Tekepályának a műszerfalát az Egervári Tibivel szereztük a megyei szakszervezettől rá a pénzt, és akkor abból vásároltuk ezt meg, hát azóta szuperállít. És az első tekések azok az amatgyáriak voltak, mert hát nyilván onnan jöttek a brigádok, és megalakult az első csapat, annak én még nem voltam tagja, de már a másik évnek a tavaszán a papírok bizonyítják a verseny táblázatok, hogy ott szerepelek, mint játékos, tehát mint versenyző. Hát ez 86 tavasza vagy ősze, most így pontosan nem emlékszem rá. Hát bizony eltelt több mint 30 év, én azóta vagyok a tekének a híve. Egyrészt közel lakom, másrészt meg imádom a sportot, mindig sportoltam valamit, a mozgás az életelemem volt, és hát azóta hol jobban, hol gyengébben, de gurítom a teke golyót. Az
egyesület anyagi hátterét évekig a termelőszövetkezet és az erdészet biztosította, helyi vállalatok, illetve a tanács támogatása mellett. A rendszerváltás óta a legfőbb szponzor az önkormányzat, de több helyi cég, vállalkozás is az egyesület mögött állt, sőt, pályázati sikerek is gazdagították a klubot és a sporttelepet. A JSL-nek már a 8 szakosztálya működik, a 100 éves múlt pedig komoly felelősség és mérce is a vezetők számára. A női kézilabda csapat nemrég kezdte el a munkát és lelkesen bontogatja szárnyait. Van mire alapozni, hiszen a sporták helyben szintén a 20-as évekre tekint vissza. De az iskolai keretek között évtizedek óta színvonalas nevelés folyik. Van, akiket szintén nem fektet két várra az idő. A küzdősportok terén is szép sikereknek örvendhet a város. A karate szakosztály több évtizedes múlttal és Vióka Mário keze alól kikerült számos generációval büszkélkedhet. A kosárlabda palánk, bár mostanában csendes, évekig kiváló mérkőzéseket vívtak alatta, és sokakkal szerettették meg a sportágat a helyi kosárlabdások. A pontosság igazi erény, főleg ami a darts sportágat illeti. A centenárium éveiben nagy erőket vonultat fel a szintén virágkorát élő darts szakosztály. A lelkes tagok rangos versenyeket rendeznek, kiváló játékosokat invitálnak városunkba, de maguk is remek eredményekkel rendelkeznek. A labda a művelődési házban is pattog, nem csak a zöld gyepen. Az asztali tenisz szakosztály két csapattal ér el komoly sikereket, térségi, megyei és országos palettán egyaránt. Helyi kupát is rendeznek rendszeresen, és az utánpótlás nevelés is szívügyük. Az egyik leginkább legendás gól, és az emlékezetes gólöröm. Az egyesület felnőtt labdarúgó csapata 98-ban megnyerte a megyei bajnokságot, és izgalmas döntőben 11-es párbajban hódította el az ország legjobb megyei első osztályú csapatának járó Szabadföld kupát a Fáy utcában. A sikert meg is tudta ismételni a csapat, 2012-ben ismét az akkor már Sport M-nek keresztelt kupáig meneteltek. A Puskás Ferenc stadionban a Bój együttesét 2-0-ra győzték le a mieink. Az első gól szerzője, Szalka Ferenc a legelső döntőn is pályára lépett. A kispadon is ismételhetett az edző, Dromnics Tamás vezette mindkét alkalommal a csapatot. Ezen az amatőr szinten, ahol mi a sporttal foglalkozunk, ez ennél nagyobb dolog nincs is, és óriási boldogság volt az egész csapat, az egész egyesület életében, és hát a János Somorai sportszerető emberek életében, hiszen nem csak labdarúgás szeretők jöttek el akkor annak idején a Fáy utcában, hanem olyanok is, akiket úgy magával vitte ez a őrület, ami akkor volt. Hát nagyon óriási szerepe volt ugye ebbe az Iminek, a Fazekas Iminek, aki teljes 200%-kal szinte önkívületi állapotba szervezte ezeket a dolgokat, és nyilván voltunk mögötte azért többen, akik segítettük ebbe, és hát nagyon jó volt a csapat, nagyon jó volt a társaság. Én azt gondolom, mellette megnyertük a bajnokságot, MB3-as csapatnakként indulhattunk a következő szezonba, úgyhogy azt gondolom, ha rangsorolni kell, akkor ez volt a csúcs, de nem szabad megfeledkezni tényleg a Sportem kupának a győzelméről se, mert az is egy jó csapat volt, oda se volt könnyű eljutni a csapatnak. Ugye azért ott úgy volt, hogy szerencsés volt az én helyzetem, mert igazából a bajnokság közbe vettem át a Kopfetitől a csapatot, szinte már csak a kupadöntőre kellett a csapatot felkészítenem, úgyhogy nyilván a Petinek is nagy része volt, meg hát azoknak a játékosoknak is. De ez a két momentum, én azt gondolom, ez a két dolog az egyesület sporttörténetének talán legfényesebb dolgai, ezek mai napig nagyon szívet melengetőek. A tréner több generációs kék-fehér család sarja, ahogy sokan vannak még a városban. Nagyapa, apa és fiú is a JSE színeiben űzte kedves sportját. Édesapámmal kezdődött tulajdonképpen itt a Drobnyi családnak a szerepe a János Somorai fociba 60-as években, és 72-ig focizott 12 éven át János Somorján, és onnantól kezdve, hát ez nem azt mondom, hogy természetes volt, de valahogy úgy benne volt úgy látszik a génjeinkben, hogy a labdarúgás szeretete, és igazából nagyon sok minden János Somorján nem volt,
sportlehetőség, sportolni szerettem én is, és a utánam jövő generáció is, a Vili öcsém is, a fiam is, és a Vilnek a gyerekei is, úgyhogy igen, hát Drobnicsokkal úgy megvan az egyesület. Az egyesületi keretek között a legnépszerűbb sport vitathatatlanul a labdarúgás. Az idősebbek számára még olyan helyi aranycsapatokkal, mint az 1961-es gárda, amely először jutott fel a megyei első osztályba, és az 1981-es keret, ahol több az MB2-ben is játszó helyi játékos tért vissza az egyesülethez. Edzések nagyoknak, kicsiknek, nyári táborokkal fűszerezve. Mára több utánpótlás korosztály is edz a sporttelepen. Sok tehetség húzta fel először itt a foci vagy futszál cipőt. NB1-es játékosok, sőt, korosztályos magyar válogatottak is. A 100. születésnapját ünneplő sportegyesület együtt élt és változott a város történetével. A kitelepítéssel mentek, a betelepítéssel érkeztek új játékosok. A két világháború és 56, majd 89 után pedig az élet újra és újra indulását, a helyiek ragaszkodását és élni akarását is szimbolizálja a meginduló sport. A JS-ek keretein belül együtt, egységben dolgoznak itt a kezdetek óta, mint három településrész fiataljai, ahogy teszik ma is. Mögöttük, mellettük számos sportbarát, segítő, támogató mutatja a mozgás, a sport fontos János Somorja számára. Én úgy gondolom, hogy összetartó erőt kell, hogy jelentsen, és tovább kell bővíteni mindenféleképpen, tehát a teret meg kell nyitni, és a fiatalokat vissza kell hozni ezekbe a sportokba, teljesen mindegy, hogy a 8 szakosztályunkból melyikről beszélünk. A sportnak lételeme kell, hogy legyen a város lakói részére és a szervezetünknek ez való csatlakozás vagy tartozás büszkeséggel kell, hogy eltöltse az embereket, ahogy mi is büszkék vagyunk azokra a személyekre, akik innét mentek tovább és vitték tovább a város és ezáltal a sportegyesületnek a jó híre. A János Somorja Sportegyesület valamennyi tagsága, valamennyi szakosztálya a múltban gyakorlatilag közösséget képezett, a jelenben közösséget képez, és én azt gondolom, hogy a jövőben is közösséget fog képezni. Vezetőként pedig semmi más feladatunk nincs, ezt a közösséget továbbvinni, formálni, és a lehető legtöbbet kihozni belőle. Az elmúlt 100 év legnagyobb sikere tehát az, hogy az egyesület városi címerből származó színei, a kék és a fehér, mára minden városlakó számára egyértelműen egyet jelentenek, az otthont.